Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás. 2022. március 15-e kedd van, az orosz-ukrán háború 20. napja. Ennek kapcsán nem sokára Horváth József biztonságpolitikai szakértővel fogunk beszélgetni, előtte azonban néhány mondatban a legfrissebb hírek. Azt tudjuk többek között, hogy kijárási tilalom van Kijevben, és jöhetnek az újabb európai szankciók. Továbbra is intenzív támadás alatt vannak Ukrajna nagyvárosai, Kijevben erős robbanásokat lehetett hallani. Mindeközben Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök benyújtotta a parlamentnek azt a törvénytervezetet, amelynek révén az országban egy hónap meghosszabbíthatják a jelenleg március 24-éig érvényes hadi állapotot. Folytatódnak az tárgyalások az orosz és az ukrán fél között, és azt is lehet hallani, hogy az amerikai után a kanadai vezetést is szankcionálja Moszkva. Oroszország összeállított egy olyan listát, amelyen többek között amerikai és kanadai vezetők vannak. Az első helyen Joe Biden, de szerepelt a listán egyébként Hunter Biden, Joe Bidennek a fia is. Egyre csúnyábbak az orosz-ukrán bukók a magyar befektetési alapoknál, miközben 1% feletti emelkedéseket lehet tapasztalni az amerikai tőzsdén. A NATO főtitkár ismét megismételte, hogy Oroszország akár vegyi fegyvert is bevethet az orosz-ukrán háború során, és azt is lehet hallani, hogy egyes európai vezetők ma Kijevbe utaznak Zelenszkijvel tárgyalni, többek között a lengyel, a cseh és a szlovén kormányfő, valamint a lengyel miniszterelnök helyettes is. Ezek a legfrissebb hírek, és akkor most jöjjön a beszélgetés. A vonalban pedig Horváth József biztonságpolitikai szakértő, az Alapjogokért Központ elemzője. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. A háború 20. napján tartunk, és ebből a szempontból érdekelne, hogy hogy értékeli a jelenlegi hadműveleteket. Sokan azon gondolkodnak, hogy vajon az oroszok tényleg eltévesztették-e az irányokat, illetve elszámították-e magukat. Ön ezt a kérdést hogy látja? Igen, ez egy nehéz kérdés tekintettel arra, hogy idáig annak ellenére, hogy egy klasszikus háború forgatókönyvét látjuk, mégis azt kell mondjuk, hogy az oroszok eddig törekedtek arra, hogy minél kevesebb polgári áldozat legyen, és a ukrán közműhálózatban is minél kisebb károkat okozzanak. Tehát ehhez képest kell értékelni, én azt gondolom, az eddigi katonai műveleteknek az eredményét, másrésztről, ukrán részről az tény és való, hogy az ukrán hadsereg, illetve az egyes milíciák sokkal aktívabb és erősebb ellenállást tanúsítanak, mint amire az oroszok az számíthattak. Mindezek fényében én azt gondolom, hogy a következő néhány nap az lesz egy fordulópont vagy sorsdöntő, hogy mi fog történni, tekintettel arra, hogy a nagyvárosok ostromának úgy nézem, hogy lassan eljön az ideje, és itt fog igazán kiderülni, hogy a két fél mennyire elszánt, és mennyire eltökélt a tekintetben, hogy végig kiviszik azt, amit elkezdtek. Ez az ostrom, ez várhatóan hogy fog kinézni? Légi bombázás, vagy klasszikusan benyomulnak az orosz csapatok, és házról házra elfoglalják ezeket a nagyvárosokat? Hát az első része az már elkezdődött ennek az ostromnak, ami azt jelenti, hogy a közműveket igyekeznek lekapcsolni. Tehát a nagyvárosokban, hogy fűtés, világítás, vízellátást lezárják vagy korlátozzák, ezáltal igyekeznek elérni azt, hogy a polgári lakosság minél hamarabb és minél nagyobb számban hagyja el az ostromlott városokat. Ezután pedig idáig azt látjuk a nemzetközi tapasztalatok alapján, hogy hiába van egy légifölény egy háborús helyzetben, ha egy célort, területet, egy nagyvárost, ott szárazföldi műveletekkel, akár házról házra menni küzdelemben kell elfoglalni, mert ha ezt nem teszik meg, akkor a légifölény az egy felesleges, vagy hogy nem hiába való dologgá válik. Említette azt, hogy az oroszok eddig azért figyeltek arra, hogy önmérsékletet tanúsítsanak. Ez azt is jelenti, hogy ha akarnák, akkor tudnák ezt sokkal durvábban is csinálni? Hát természetesen, hát emlékeztetnék arra, hogy mondjuk egy második világháborút tekintjük csak, hogy mondjuk a szövetséges csapatokat, amikor Németország területén haladnak már, ott nem figyeltek semmiféle polgári áldozatra, mondjuk Dresda szőnyegbombázására, emlékszünk,
történelemből. Tehát, hogyha az oroszok a lehető legdrasztikusabb eszközökhöz nyúlnának és minden erőjüket bevetnék, akkor sok-sok százezer polgári áldozat, hatalmas anyagi károk keletkeztek volna, és ez a háború már le is zárult volna. És ezt akkor mondhatjuk, hogy azért nem teszik meg, mert azért Oroszország sem szeretné magát teljes mértékben elszigetelni a nemzetközi térben, illetve ha ilyen, nem tudom, hogy háborúban lehet ilyet mondani, de kulturáltabban zajlik a hadviselés, akkor a tárgyalási alapok is sokkal jobbak lehetnek? Igen, ez az egyik oldala ennek a kérdésnek. Nyilvánvaló, hogy az oroszok nem szeretnék magukat, ahogy én is mondta, kizárni a nemzetközi tárgyalóasztaloktól. Másrésztről én azt gondolom, hogy ők a jövőre is gondolnak a tekintetben, hogy Ukrajna későbbi sorsát illetően az ukrán lakosságnak egy részét, vagy akár jelentősebb részét is nem szeretnék végképp szembefordítani magukkal, ezért is igyekeznek ilyen, hogy így mondjam, szofisztikált módon elfoglalni az országot. Viszont ez meg nehezíti az ő dolgukat, hiszen azért a másik oldalon lehet azt tényleg látni, hogy az ukránok most nagyon komoly öntudattal bírnak, nagyon erősen is kommunikálnak. Egyébként szokták mondani, hogy a kommunikációs háborút azt az ukránok nyerik. Ez mennyire alakíthatja át a háború forgatókönyveit? Ez lesz a legnehezebb kérdés, mert tény és való, hogy minden egyes perccel, órával, amivel hosszabb ez a háború, az az ukránok ellenállását erősíti. Hiszen látják azt, hogy sikeresen szállhatnak szembe az inváziós orosz erőkkel. Tehát ebből a szempontból ez kétségtelen, hogy minden ilyen időveszteség az oroszok része, az kontraproduktív. Ugyanakkor, megint csak visszatérek az előző gondolatomhoz, nem gondolom azt, hogy ezt a sútba dobnák pusztán azért, hogy minél hamarabb jelentősebb katonai eredményeket éljenek el, és utána a következő béke tárgyalások vagy a konszolidáció időszakában viszont sokkal nehezebb helyzetbe kerüljenek a polgári lakossággal, vagy akár egy kibontakozó gerilla háborúval szemben. Azt is látjuk, hogy a közösségi médiában egyre másra jelennek meg a képek, és ezen gondolkodtam, hogy ugye a második világháború óta is voltak folyamatosan háborúk, de azért a háborúnak egy nagyon nagy része az nem Európán belül zajlott. Most viszont azt látjuk, hogy mindenről azonnal beszámolnak ezeken a felületeken, ráadásul nagyon sokszor gyártott dolgok is vannak. Ezek mennyire alakítják át a klasszikus háborúkat, hogy mindig azonnal másod percre pontosan jönnek az információk, és nagyon erős képi anyaggal operálnak. Ez a hibrid háborúknak a 21. századi sajátja, és nyilvánvaló, hogy a klasszikus háborús cselekmények mellett ezen a frontvonalon is vívják a küzdelmet a szemben álló felek. Itt azért azt javaslom a hallgatóknak, hogy a szemüknek se higgyenek. Tehát itt azért olyan felvételeket látunk, amelyekről előbb-utóbb kiderül, hogy vagy manipuláltak voltak, vagy éppenséggel más háborús cselekmények idei ollózták ide, vagy egyszerűen csak például egy videójátékból látunk részleteket. Tehát nagyon nehéz itt, hiszen a szemünk az nagyon könnyen becsap bennünket, és hogyha érzelmi motivációt is ehhez még hozzátesszük, akkor azt látjuk, amit szeretnénk látni, aztán kiderül, hogy sajnos a valóság ezzel szöges ellentétben van. Lehet-e tudni azt, hogy mikor ér véget ez a háború? Az ukránok azt közölték, hogy mivel Oroszország már több katonát vesztett, mint a két csecsen háborúban együtt, ezért lassan elérik a kapacitásukat, illetve a francia hírszerzési információk szerint is hamarosan véget érhet a háború, gondolom ott azért más indítékok szerepelnek. Azt láttuk, hogy eddig a béketárgyalások nem zárultak túl nagy sikerre, de ön mit vár? Van belátható időn belül realitása annak, hogy megegyeznek a felek? A francia titkosszolgálati elemzők azt mondják, hogy 7-9 napon belül orosz győzelemmel zárul le ez a háború. Én nem tudom, hogy ez igazából megint csak egy dezinformáció-e, hiszen a háború legelső napján az amerikai hírszerzés azt az információt dobta be a köztudatba, hogy 1-4 nap alatt elesik Kijev. Ez nyilvánvalóan egy dezinformáció volt, hogy utána azt lehessen mondani, hogy az orosz haderő az milyen gyengén teljesít, és milyen problémák vannak vele. Tehát ebből a szempontból ennek én nem adnék jelentős súlyt a tekintetben, hogyha azt vizsgáljuk, hogy mikor érhet véget a háború.
Én azt gondolom, hogy ennél sokkal könnyebben megválaszolható kérdés pillanatnyilag, hogy orosz részről mikor érhet véget a háború. Ez pedig az, amit a orosz elnök elmondott magyarul, hogyha elérik azt, hogy az ukránok elfogadják, hogy semleges státuszt vállaljanak magukra, leszerelik az ukrán haderőt, és ezek után egy új kormányt segítenek hatalomba. Tehát én azt gondolom, hogy a béke, és nem biztos, hogy tartós béke, de egyfajta fegyverszünet ezen feltételek mentén teljesülhet középtávon. De akkor például a Zelenszkij kormánynak a távozása az egy ilyen fontos feltétel? Mert ezzel kapcsolatban azért már lehetett hallani ilyen meg olyan nyilatkozatokat is. Igen, én azt gondolom, hogy azért egy jelentős feltétel, mivel az oroszok részéről egyrészt ez a náci dolog, ami ugye azok a ilyen önkéntes szabad csapatokkal, akit beintegráltak az ukrán hadseregbe, és alapvetően szélső jobboldali antiszemita megnyilvánulásúakról is híresek, illetve orosz ellenességükről. Tehát ezeket az egységeknek a felszámolását, sőt utána megbüntetését, illetve a külföldi tanácsadók elbocsátását, azt nehezen tudom elképzelni, hogy az oroszok elhinnék azt, hogy a jelenlegi kormány ezt teljes szívvel végrehajtja. Csak ugye itt van Zelenszkij, aki láthatóan azért, amellett, hogy küzd, de élvezi azt a fajta rivalda fényt, amelyet korábban színészként kapott, most meg háborús hősként, meg államférfiként kap, és hogyha megnézi a lájkokat, meg a különböző ilyen elismeréseket, akkor akár azt is gondolhatná, hogy ő lesz most a 21. századnak a hőse. Tehát nagy kérdés, hogy ő távozna-e önként a hatalomból. Valóban így van, ez egy nagyon komoly kérdés. Azzal együtt, hogy azért ne felejtsük azt el, hogy ezt a háborút nem lájkokra vívják. Tehát itt azért vér folyik, itt azért épületek, sorsok dőlnek romba. Tehát előbb-utóbb azt a moláris kérdés is majd fel kell vetnie az ukrán kormánynak és Zelenszkij elnöknek is, hogy meddig buzdít ellenállásra, és mikor van az a pillanat, amikor értelmetlenné, vagy olyan áldozatokat követelne az ukrán nemzettől, amit már egy politikus nem vállalhat föl. És van ilyen pont, mert egyébként szerintem már most is vannak akkora áldozatok, hogy ha én lennék Zelenszkij, aminek nem sok realitása van, akkor én már ezt se bírnám. Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, és még nehezebb morális döntés, hiszen egyrészt ameddig én ellenállok, addig állnak ellen például a katonák is, hiszen erre az államra esküdtek föl, amit pillanatnyilag ez a kormány és ez elnök vezet. Tehát ebből a szempontból ez egy kétségtelen hatalmas felelősség. Azzal együtt, hogy én azt gondolom, hogyha a körbezárul, a gyűrű Kijev körül, Harkov körül, és százezrek vagy Kijevben milliók maradnak áram, élelem, fűtés nélkül, víz nélkül, akkor ez a pillanat egyre közeledni fog sajnos. Egyébként mi az ukrán államnak a stratégiája? Mindenkit arra szólít fel, hogy meneküljenek el ezekről a településekről, hiszen minél kevesebb ember él ott, annál könnyebben lehet megbirkózni ezekkel a kérdésekkel, vagy erre nem buzdítják a lakosságot, hanem pont, hogy élő pajsként használják őket? Én azt gondolom, hogy mind a két állítás igaz. Tehát egyrésztről az látható, hogy a nők és gyermekek távoznak, őket elengedik, hogy úgy mondjam, az ukránok és az oroszok is, a férfiak azok maradnak, még az idősebbek is. Az pedig, hogy élő pajzsként használnák őket, ezt még nem látjuk, arra már látunk példát, hogy megint csak a dezinformáció kapcsán, olyan objektumot mondtak az ukránok kórháznak, amit találatért, aminek a felvételé ezt nem igazán igazolták vissza. Tehát ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy a közeljövőben azt kell látni, hogy egy városostrománál ott már a polgári lakosság a védők számára is inkább teher, mint védőeszköz, hiszen a saját családját, gyermekeit az ember nem gondolom, hogy használná élőpajzsként, sőt, ha tudom azt férfiként, hogy a családom itt van a városban, lehet, hogy sokkal jobban aggódom az ő jövőjükért, mint a saját életemért, és akkor nem megfelelő harci elánnal küzdenek a katonák, vagy az önkéntesek. Tehát ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy egy városostromnál a védők számára is szerencsésebb már, hogyha nincsenek a
családtagok, a veszélyeztetett férfi, nők, idősek, gyermekek a városban. Amúgy, hogy látja, miért indított Putyin ekkora egész pályás letámadást? Nem lett volna egyszerűbb csak a kelet-ukrajnai területekkel foglalkozni? Azt gondolom, hogy nem. Tekintettel arra, hogy azzal nem oldott volna meg valójában túl sok problémát, annyit igen, hogy a kelet-ukrajnai orosz nemzetiségű lakosságot megvédi a szélső jobboldali nacionalista támadásoktól. Ám de a nemzetközi szintéren ugyanúgy a büntetőpadra került volna, és akkor még erősebb tüzet kapott volna az ukrán nacionalizmus és a szélső jobboldal, és mondjuk, hogyha ehhez párosul még nyugatról egy jelentős fegyver utánpótlás, modernizálás, akkor a későbbiekben ez még sokkal pusztítóbb és nehezebb küzdelem lehetett volna. Egyre többször beszélnek arról, hogy mi lesz egyrészt a kelet-ukrajnai területek, másrészt a Krím sorsa, sőt, megjelentek már olyan hírek is, hogy Ukrajna újra felosztásával kapcsolatban is felmerülnek kérdőjelek. Én meg azon gondolkodtam, hogy ebből a szempontból nagyon érdekes lehet Kárpátalja és a kárpátaljai magyarságnak a sorsa, hiszen félő, hogyha egyszer véget ér ez a háború, és mondjuk Kárpátalja ukránoknál marad, akkor nem állnak bosszút a magyarokon azzal a címszóval, hogy a Putyin barátai, Putyin csatlósai járultak ahhoz hozzá, hogy Ukrajna területeket veszítsen. Sajnos ez reális veszély, ebből a szempontból is fontos az nekünk magyaroknak, hogy milyen kormány kerül vagy marad hatalmon Ukrajnában. Ezért is fontos az, én úgy gondolom, hogy Magyarország az mind a két fél felé egyértelművé tette, hogy nem kíván egyik oldalon sem katonai eszközökkel, fegyverrel, vagy csak fegyverszállításra is beavatkozni, illetve az, hogy a magyar társadalom, a magyar kormány, a magyar karitatív szervezetek hogy állnak hozzá az Ukrajnából érkező menekültekhez. Én úgy gondolom, hogy ez a legjobb, amit most pillanatnyilag tehetünk, hogy az ukrán emberek lássák azt, hogy Magyarországon biztonságra lennek, és Magyarországon szeretettel és nyitott lélekkel fogadják őket. Ha pedig mégis előfordulna ilyen, hiszen itt azért olaj volt a tűzre a jelenlegi ellenzék néhány vezetőjének a megnyilvánulása, ahol orosz barátnak titulálták a kárpátaljai magyarokat, vagy fegyver, meg lőszer szállításra buzdították a kormányt. Tehát ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy nekünk, ha elkövetkezik a béke, Kárpátaljára ebből a szempontból is fokozott figyelemmel kell lennünk, hogy diplomáciai eszközökkel is védelmet tudjunk nyújtani az ott élő magyaroknak. Lehet ütőkártya az a mindenkori magyar kormánynak a kezében, hogy mi a bajban kulturáltan viselkedtünk, szolidaritást vállaltunk, kiálltunk Ukrajna mellett, hogy ők is legyenek kedvesek, sokkal normálisabban viselkedni a magyar kisebbséggel? Hát ha nem is ütőkártya, de egy fontos érv lehet. Ahogy egy fontos érv lehet a későbbiekben az ukrán kormány felé az is, hogy Magyarország volt, és erre emlékeztessük a hallgatókat is, hogy úgy mondjam, a zászlós hajója Ukrajna NATO csatlakozása előkészítésének. Addig a pontig, amíg az ukrán nacionalisták nem kezdték el a kárpátaljai magyarokat fenyegetni robbantásokkal, demonstratív tüntetésekkel, nem terrorizálták az ottani magyarokat. Egyébként mondhatjuk, hogy ez a kettő ez összefügg az orosz barát kormány távozásával és az új kormánynak a létrejöttével? Ez abban a szempontból összefügg, hogy az új kormány, tehát 2014 után hatalomra került kormányok alapvető céljuknak tekintették az ukrán nemzeti öntudatnak a felerősítését, újraépítését. Ebbe a képbe pedig a Ukrajnában élő nemzetiségek is, elközt a magyar is, és ne felejtsük, hogy az egyik legkisebb lélekszámú nemzeti kisebbségről beszélünk Ukrajnában, hiszen több mint 400 000-re becsülik a románokat például, vagy legalább 5 millióra az oroszokat. Tehát ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy minden ukrajnai nemzeti kisebbség elszenvedője volt ennek az ukrán nemzeti építő politikának.
Mire lehet számítani a következő időszakban, akár a béketárgyalások tekintetében, akár a katonai hadműveletek tekintetében? Mert ami számomra érdekes, hogy azért mindenki ezerszer elmondta már, hogy most már Kijevet tényleg beveszik, meg most már tényleg ostrom lesz, meg ilyenek, és az elmúlt 20 napban többször elhangzott ez, de még nem történt semmi. Másrészt meg azt is látjuk, hogy azért egy háború esetén 20 nap az nem a világ, tehát hogy 20 nap az nem is egy hosszú idő. Szóval hogy látja, most egy újabb állomás következhet? Én nem gondolom azt, hogy újabb állomás következik. Én, ahogy a beszélgetésünk elején utaltam rá, én azt látom, hogy rövidesen a nagyvárosok, a stratégiailag fontos, így a főváros, Harkov, vagy a tengerparti nagyvárosok, ugye ez a Mariupol elfoglalása lesz napirenden, ezek az ostromok indulnak el. Ennek az előkészítését látjuk az elmúlt napokban, vagy akár egy 10 napra is, ha visszanézünk. Egyrészt a közművek fölötti birtoklás garantálásával az oroszok részéről, másrészt pedig ezeknek a városoknak a szisztematikus bekerítésével, illetve az elmúlt napokban annak is tanulni voltunk, ugye, hogy a humanitárius folyosókat folyamatosan nyitják meg, hogy minél több polgári lakos hagyhassa el ezeket a nagyvárosokat. Az mennyire álhír, hogy az oroszok ezeket valójában nem nyitják meg, és nem engedik a civil lakosságát jutását? Nem gondolnám, hogy ez az oroszoknak érdeke lenne, hogy ne engedjék ki a lakosságot, hiszen amúgy beszéltünk is róla, ők pontosan tudják azt, hogy ha nagyságrendekkel több polgári áldozat lenne, azáltal gyakorlatilag Oroszország hosszú időre kiírná magát a kultúrnemzetek asztalától. És a beszélgetésünk végén még egy témát felhoznék, ez pedig a vegyi fegyvereknek a kérdése pro-kontra. Egyrészt ugye Putyinék azt állítják, hogy Ukrajna rendelkezik vegyi fegyverekkel, illetve nukleáris fegyvert is fejlesztett, amivel kapcsolatban vannak viták, hogy ez mennyire lehetséges. Másrészt pedig a NATO is állítja, hogy Putyin akár vegyi fegyvereket vethet be az ukrán lakosság ellen, hogyha nagyon eszkalálódik a háború. Én azt gondolom, hogy ezek a kijelentések is alapvetően egy dezinformációs műveleteknek a része. Hogy az ukránok háromszor is elsütötték azt a puskaport vagy ágyút, hogy atomerőművek orosz elfoglalása után ott sugárzás történt, elszabadult a atomerőművek, és nincs kontroll alatt, és látjuk szerencsére, tegyük hozzá persze, hogy mindez nem volt igaz. Ugyanígy nem gondolom, hogy orosz részről komolyan gondolkodnának mondjuk egy vegyi fegyver bevetés, hiszen a lakosságnak egy jelentős része jelenleg elfoglalt területeket is, ha nézzük, ott vagy orosz anyanyelvű, vagy orosz nemzetiségű is, tehát ezt én nem gondolnám, hogy az oroszok részéről bevetnének ilyet. Ukrán részről pedig én azt hiszem, hogyha ilyen történne, akkor elveszítenék azt a morális előnyüket, mint megtámadott ország, ami jelenleg a nemzetközi küzdőtérben ő mellettük áll. Horváth József, köszönjük szépen, hogy velünk volt. Köszönöm én is.